időutazásba kezdünk francia segítséggel. Na, nem kell nagyon hosszú évtizedekre gondolnunk, csupán 29 évet megyünk vissza a múltba, egészen 1995-ben, ha jól tudom. Hát jövőre áprilisban már az 30 lesz az a 29. Bizony, közeledik a 30. éve ennek az autónak itt mellettünk, ami egy Renault 19-es, és sok szeretettel köszöntöm az autó gazdáját, tulajdonosát, bemutatóját, nem tudom, hogy apostrofáljalak téged. Gazdája az a jó, karbantartója az karbantartója. A megfelelő Póka Nándor most. Személyében. Szia, Nándi! Nagyon, szia. Nagyon szépen köszönöm, hogy a megkeresésünkre nagyon gyorsan reagáltál. Elmondtam már nekem korábban, hogy ez az autó születésétől fogva a családotokban van. Édesapád vásárolta annak idején. Így van, 1995 áprilisában hoztál el a nyíregyházi Renault Goldcars kereskedésből. Ő kinézte ezt a típust, és itt nem volt készleten, úgyhogy Debrecenből hozták át, de itt Nyíregyházán vettük át, és azóta igen, a család tulajdon, a félfejezett kincse, édesapám nagyon-nagyon megbecsülte, vigyázott rá, erre is, mint minden előző autójára, ő nagyon szerette mindig az autókat, tehát hiába dolgozós autó volt, napról napra járt vele, ez mindig patyulat tiszta volt, ugyanúgy használtuk, mint a többi előtte levő autóinkat. Gyerekként megtanultam, hogy lerázzuk a lábunkat, mielőtt beülünk az autóba, nem eszünk, nem iszunk a kocsiba, ha hosszú útra mentünk. Megálltunk inkább háromszor és négyszer is, és ez belém is belém rögződött, és így nevelem én is az én gyerekemet, hogy ő is tudja, hogy ha elindulunk valahova, akkor apa, éhes vagyok, megállunk, nem morzsázunk a kocsiba. A gyerekedet, aki 13 éves, és hivatalosan az övé az autó, ha jól tudom. Hivatalosan az én nevem van. A te nevedem van, bocsánat. De édesapám mondta, amikor megkaptuk az autót, hogy akkor ő ezt az unokájának adja, de hát nyilván még kiskorú volt, 3 éves volt, így az én nevemre került az autó, úgyhogy azért mondtam, hogy karbantartója vagyok, mert én csak vigyázok az autóra, megőrzöm az állagát, vagy esetleg még javítok majd rajta, hogy mi oda kerül, akkor ilyen nyugtármely találkozókra majd el tudjon vele menni, és akkor persze, ő is élvezhesse azt a feelinget, amit ő még a koránál fogva nem érezhetett a 90-es években. Na, talán majd ezzel, hogyha továbbra is így vigyáztok rá, felül meg nincsen kétségem. Remélem, hogy úgy viselkedek, hogy nyugdíjasként majd engem is magával visz. Hát igen, mondjuk akkor vigyázik-e nagyon. A típust is természetesen bemutatjuk nektek, hiszen a Renault 19-es egy nagyon érdekes és mindenképpen említésre méltó típusa volt a Renault-nak a 80-as, 90-es évek fordulóján. Bizonyos szempontból azt is mondhatjuk, hogy egy új korszakba lépett vele autóipari tekintetben a Renault. Néhány nagyon szuper típus variánsa is volt a járműnek, maga ez a példány is egyébként rejteget magában egy-két érdekességet, ezt majd a körbejárásakor meg a vezetésekor elmondjuk, úgyhogy ne menjetek sehová, tartsatok továbbra is velünk. Hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, csekkoljátok le az eddigi podcast epizódjainkat a Spotify-on, és azonnal folytatjuk a videót. Renault 19, ez volt az utolsó olyan típusa a Renault-nak, ami számmal kapott típusjelzést, és a 9-esnek és a 11-esnek volt egyfajta utódja. Többféle karosszéria változattal is készült, itt a B53-as kódjelű karosszéria változatú előtt állunk, ez volt az 5-ajtós hatchback, volt még ebből 3-ajtós hatchback, volt egy szedán, ami Shamad névet kapott, hogyha jól tudom. Igen. Tehát itt már volt is egy átmenet, hogy az már a számjelzés mellett vagy helyett kapott már egy nevesített típusjelzést is, illetve még egy jó kiállású kabriót is gyártottak belőle. Érdekes módon ezt nem a Renault csinálta, hanem a Karman. Tehát ők tervezték, és ők is gyártották. Attól függően, hogy mit veszünk külön motorvariánsnak, 10-14 fajta motorral lehetett kapni, az 1-2 szívó benzintől egészen az 1-8 turbó dízelig volt jó néhány egység, ami ebben az autóban található volt. És ha már említettük a Karmant, mint nem csak autóipari, hanem autodizájn főszereplőjét az európai autógyártásnak, akkor meg kell említenünk még egy fontos nevet, Giorgetto Giugiarót és az Ital Designt, ugyanis ők tervezték az összes karosszéria formáját, ugye a Cabrion kívül a 19-esnek. Érdekes átmenet a 80-as és a 90-es évek között a karosszéria forma, van benne egyfajta kockaság, ugye ez már egy Phase 2-es, vagyis egy második generációs, egy Phase 7-es változata a 19-esnek, azt hiszem az 1992-től gyártották, ez egyébként 88-tól 96-ig gyártották a típust, és például Dél-Amerikában egészen 2000-ig vagy 2001-ig húzták a gyártását, ott nagyon közkedvelt volt ez az autó, de nem csak ott, hanem más országokban is, majd erről mindjárt egy picit
jobban vagy többet is beszélünk. Szóval van benne egyfajta kockaság, de azért már az ilyen lekerekített 90-es évekbeli vonalakat is fel lehet rajta bőven fedezni. Ráadásul ennek a faceliftes változatnak például a hátsó lámpája már olyan tipikusan 90-es éveket idéző formavilágú, ezzel az elnyúlt ilyen egész hátsó falat beborító, hát igazából prizma. Mi ez, plexivel, prizmával, prizmának meg ezzel a teljesen gömbölyű sarok elemmel. Valakinek az első generációs tetszik jobban, ugye ott még csak itt, meg itt volt egy-egy ilyen úgymond kockalámpa, hogyha jól emlékszem. Én lehet elfogult vagyok egy kicsit a formával kapcsolatban, nekem mai napig egy szép formának tűnik. Nyilván ízlés kérdése, de én mai napig megcsinálok egy ilyen formát. Itt vannak ezek a gyönyörű dísztárcsák, ugye ez egy fémfelnis autó, jelen pillanatban fémfelni van rajta, talán a gyári felnie van rajta, gondolom, vagy gyári acélfelnie. Gyári. És ez teljesen úgy néz ki, ez a dísztárcsa, mintha egy gyári dísztárcsa lenne, no de. Azért, mert gyári is, gyári illetve is. Mégsem. Nem tudom, szerintem típusbetegség lehetett, de nagyon hamar elhagyottak róla az eredeti dísztárcsák. Talán még kettő valahol meg kell legyen a garázs mélyén, én úgy emlékszem az eredetiből. Kerültek rá az elmúlt közel 30 év során többféle, egyik sem állt neki jó. Uh-huh. Az az igazság. Én mindig kerestem ezt a típust, most sehol nem találtam olyat, mint a gyári. Ha megtaláltam, akkor valami olyan aranyárban volt, hogy egyszerűen megfizethetetlen, és így teljesen véletlen folytán keresgettem az emagba, ha jó, valamit, nem tudom mit, már nem is emlékszek, és valami akciós termékekhez kerültem oda, és ott volt megnevezés nélkül ez a dísztárcs, ami teljesen ugyanúgy néz ki, mint a gyári nézett ki, aha. És hát egészen megfizethető áron 800 forint per darabért jutottam hozzá. Hoppá. Ha jól emlékszem, még talán szállítási költség sem volt valami olyan, vagy vásároltam még valamit, vagy ilyesmi, és akkor azon nyomba lecsoptam rá, mert tehát tisztán emlékszem, ugyanezek a dísztárcsák voltak, vagy ugyanilyen dísztárcsák voltak rajta gyárilag. 5000 forint alatt hogy lehet ugrásszerűen gyáriasabbá tenni az autó kinézetét? Így van. A hátsó szekcióban van egy olyan elem, ami a fotókon, amit küldtél, már kicsit úgy megfogta a szemet, hogy az vajon mi lehet, mert olyan gyári megoldásnak is tűnhet, közelről nézve nem az. Szerintem nézzük meg ezt is. Ezt a két fémpántot, igen, megkérem Máté, hogy picit közelebből mutassa meg. A hátsó szőnyeg fogatásra gondolsz? Hát igen. Hogy is szokták ezt mondani, hogy meg ne bántsak senkit faluhelyen? Úgy ütködik az ember, ahogy sikerül. Hát édesapámatnak is bántotta a szemét, illetve gondolom nem csak a szemét, hanem hogy mindig takarítani kellett a hátsó utasok után, mert a szőnyegek mindig becsúsztak az ülés alá. Aha. És ezt a megoldást, a speckó, nem teljesen Renault. Nem teljesen Renault, de ezt ő találta ki, rárögzített két lemezdarabot, látod, le is volt valamikor fújva szép, mert feketére csak engem. Az az idővel lekopott. Én pedig olyan aranyos megoldásnak találtam, hogy mondom, inkább nem bántom, ez megmarad. Amikor hozzám került az autó, akkor volt ebbe szőnyeg, újság, még egy garnitúra szőnyeg, még egy újság, tehát ennyire meg volt becsülve és vigyázva az autó, annyira szerette tisztán tartani, de ezzel én is így vagyok, teljesen más érzés beülni egy tiszta autóba, persze. Legalábbis nekem. Még másképp is megy egy tiszta autó, én úgy gondolom, ha kívül belül. Olyan, még, mint... hát nincs rajta annyi kosz, könnyebb a tömeg, jobban tud menni, persze. Így van. Akkor mondhatjuk, hogy igazából funkciója miatt is, meg a szép emlékekhez való kötődés miatt is úgy döntött, hogy benne hagyod ezt a kis utólagos elemet. Hát az egész autó egy nagy emlék, ugye? Részben miatta is, részben az én tinédzser koromat is feleleníti, úgyhogy... Meg gondolom, meg is határozta valamennyire a tinédzser korodat ez hát az autó. Hát igen, azért 95-ben egy ilyen autóval végigmenni az utcán, ez nagyon csúszóper érzés volt. Hogy milyen érzés lehetett, ezt most engedd meg, hogy megtapasztaljam úgy, hogy beülök a sofőrülésbe. Nyugodtan. És akkor megnézzük, hát először is ezek az üléshúzatok, kárpitok, hát ezek valami varázslatos állapotban vannak, ez nem plüss, hanem szövet, de nem ez a 50% műszál, 50% valami, hanem ennek valószínűleg nagyon nagy százalék a természetes anyagból lehet, nem biztos, hogy pamut, de tényleg hihetetlenül gyűrődés, repedés, szakadás, feslésmentes, nagyon szép állapotban van. Pedig mondtad, hogy édesapád több mint 160 ezer kilométernyit használta ezt az autót napi használatban. Így van, és az a 160 ezer kilométer is szerintem egy olyan, hát 10 éves koráig ment bele a java része. Aha. Mert utána már ugye, hogy nyugdíjas volt, már kevesebbet ment vele.
Hát francia kényelem, most, hogy így beültél, szerintem érzed. Pont ezt mondta Mátinak idefelé, hogy nagyon sokan tudjátok, hogy nekem egy Peugeot 406-on van, egy második generációs 406, nagyon kényelmes autó. De én annak idején, mikor elkezdtem keresni autókat, és a vége ez a 406-os lett, a keresés eredményének a vége, akkor úgy döntöttem el, hogy fogok francia autókat is nézni, hogy vittek egy viszonylag hosszabb távon egy egyes megánnal, egy ilyen hatchback ötajtós megánnal hátul, és annyira elnyerte a kényelme a tetszésemet azon a jóval több mint 200 kilométeres úton, hogy akkor gondoltam, hogy jó, hát akkor nézzünk már francia autókat is, mert ez a kényelem, ez tényleg nem csak valami humbuk, hanem ez valóban így van, és ebbe az autóba beülve ez pontosan ugyanezt tudom alátámasztani. Igen, a francia autókról két dolog terjedt, hogy kényelmesek, illetve hogy elektronikailag megbízhatóak, megbízhatatlanok. De ezzel ki is mondtam, amit én gondolok. Több francia autó vagyok túl, egyikkel sem volt soha semmiféle probléma. Én azt vallom ezzel kapcsolatban, hogy teljesen mindegy, hogy milyen jár van az autónak az elején. Amelyiket megbecsülnek, karbatartanak, az mindegyik igen, megbízható. Ez nekem ugyanez a tapasztalatom, hogy igazából ez a mindenkori tulajdonostól, gazdától függ. Így van. Nyilván vannak olyan típus betegségek, igazából minden márkánál, tehát a Toyotától kezdve az Opellen keresztül, BMW-ig bezárólag egy csomót mondhatnék, vannak olyan típus betegségek, amit nem lehet kiszűrni semmilyen karbantartással, de egy bármilyen típusú márkájú autó 99%-ban olyan lesz, ahogyan tartja a gazdája. A kuplunk az nagyon kemény, ezt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire durván kemény lesz, itt küzdeni kell rendesen. A váltónak nagyon finom a kapcsolási érzete, ez milyen rű kis lenyomós? Nem, alul van a gyűrű. Ja, gyűrűs, aha. Fel, gyűrűs, igen. Úgy. A váltó kapcsolási érzete az kifejezetten pontos, finom, igazából panasz nem lehet rá. Megírtad, hogy azért voltak hozzá extrák a megvásárláskor, amik akkoriban talán nem voltak teljesen egyértelműek egy ilyen kategóriájú autóban. Mik ezek pontosan? Akkor kezdjük kívülről, tehát ez a úgynevezett égei kék, mert ez a gyári megnevezés, ez a színezés, ez extrának számított akkoriban. A színezett üvegek, ami elsőre mondjuk fel sem tűnik, de tényleg szűri a napot, az volt benne extra. A hátsó fejtámlák, hiszen 95-ben még az sem számított szériának egy autóban, hogy hátul a hátsó üléseken is vannak fejtámlák, sőt, talán még biztonságjobb se volt mindegyikben. Már most nem emlékszek rá. Talán az már azért kellett, de az a fejtámla az egy bizonyos kategória alatt valóban egyáltalán nem volt jellemző. Na, az volt extra. A kormánylézsák. Toppá, a kormánylézsák, tehát egyetlen egy darab légzsák van benne, ami elméletileg a mai nap működnie kell, kellene, nem szeretném kipróbálni. Nem takat a légzsákban benne. Illetve ami hát a nagyon-nagyon fő extra volt benne, az a gyári rádiós magnó, ami ráadásként kormányról vezérelhető. Na, hát ezt azért közelből is érdemes megnézni, ugye ez egy Philips magnó, de ugye itt látszik is, hogy Renault gyári egységről van szó, és van benne érdekes módon egy olyan AUX bemenet, amivel hordozható CD lejátszó diskment lehet csatlakoztatni hozzá, és mondtad, hogy te ezt ki is próbáltad. Igen, érdekes esemény volt, mikor a barátomnak kölcsönadtam, szülők nem tudtak róla nyilván, elmentünk szomszéd településre pizzázni, és hazafele kölcsönadtam a barátomnak, hogy ő vezesse, én pedig jobb egybe ültem, tartottam a diskment, mert ugye ugrált, és megállított a rendőr, közben bömbölt a Foref Clubtól a balatoni láz. Ezen mai napig jókat szórakozunk, mert a rendőr is csak pislogott, hogy nem is az vezeti, akinek a nevén van, de az, akinek talán valami köze van vezetéknép alapján az autóhoz, az meg a jobb egybe ül. Úgyhogy ez mai napig szoktuk emlegetni. És még ott valamit szórakozik is, igen, technika halkítsák le, hogy mit csinálnak. Hát bömböl, hát nem egy őrült nagy hangerő, de az akkori kornak megfelelően az egy jó hangrendszernek számított. Látszik is rajta a gyári security code, mert ugye akkoriban még nagy menő dolog volt, hogy lopták az automagnót, képesek voltak összetörni egy autót azért, hogy kiszedjék, illetve ha most oda alulra lenyúlsz, ja, tényleg, akkor fel tényleg tudod venni a ez gyári ugye, ez takarót. Lesz. Így van. Itt van egy, na ez tényleg, van egy kivehető gyári rádiótakaró, külön hely kialakítva neki, mint egy kvázi fiók vagy polc. És akkor ezt fel tudod oda pattintani. Így teszem ide? Így van. Egyszerűen bemegy úgy, és akkor a voilà. Kedves tolvaj, mikor jön, belenézett az autóba, gondolták ezt akkoriban. Hát ez nem érdemes feltérni, mert nincs is benne rádió. Nincs benne rádió. Hát de van. És akkor diszkréten az alatt pedig ott vannak a kazettáknak a helyei. Kazettatartó, kérem szépen, az is van itt. Ami még plusz extra, azt vonóhorgot ja, igen. Lett rá annak idején kérve. Hát túl sokat nem volt használva, de néha jó szolgálatot tett, mikor szükség volt rá.
Ja, és talán... Még bocs, hogy szabad vágok, az analóg óra, ami működik. Működik. És igen. Ketyeg, mindjárt odarakom a mikrofont, ezt azért érdemes meghallgatni. Leoperálom magamról egy picit, és akkor megpróbálom oda tenni közel. Utoljára ilyen analóg óra ketyegést egy Jaguarba vettünk föl, még talán két és fél évvel ezelőtt, Angyalosi Dáviddal. Hát nem gondoltam mondani, hogy a következő ilyen kis bemutatónk egy Renault 19-esbe fog megtörténni, de hát mit hozzá? De jó érzés ránézni is egy analóg órára. Persze. Mert már nem is nagyon látni a világban ilyet. Hát kevés van, igen, kevés. Ennyi, ami extra tartozék volt akkoriban, illetve felszereltség. A többi az talán az alapban is benne, mert ez az RL modell. Tehát, hogyha jól tudom, akkor az L betű a luxot takarta. Aha. Nem vagyok benne biztos, de mintha valahol olvastam volna erről. Egyébként tekerős ablak, szervó nélkül. A városban nagyon nem jó, mikor izomból kell tekelni, de viszont mikor kimegy az ember a városból, akkor az teljesen egy másik érzés, hogy... Hát tényleg, te vagy meg az út, meg igen. A kormány, tehát érzed minden egyes rezdülését. Én beülök egy kicsit hátra is, nyugodtan. Hogy milyen volt érdemes, nektek mert... gyerekként annak idején itt hátul elhelyezkedni. Hát én túl sokat hátul nem ültem. Én már attól azért nagyobb voltam. Hát ez valami fejedelmi hely kínálat. Van lábtér, fejtér. Igen, ez gyakorlatilag egy kompakt autó kategóriáját tekintve. És itt ugye főleg annak köszönhető, hogy bőven van benne hátul is hely, lábnak is, válnak is mindennek, de hát főleg nyilván itt a tengelytávról meg a hátsó szekciónak a helyéről van szó, hogy itt hátul egy borzasztó egyszerű futómű van, csatolt lengőkar torziós rugóval, és ennek köszönhetően rendkívül helytakarékos ez a megoldás, és nagyon sok mindent lehet itt kezdeni, és szerencsére a Renault azt kezdte ezzel a dologgal, hogy a hátsó utasok fejedelmi kényelemben utazhassanak térkínálatot illetően. Igen. Gyönyörű a tetőkárpit. Ugye szokták mondani, hogy az egyik ilyen jó megoldás a tetőkárpitnak, vagy legalábbis akkoriban az volt, ha nem szivacsozták alá a tetőkárpitot, hanem az anyagot, az közvetlenül magára úgymond a karosszériára rögzítették fel valami jó minőségű ragasztóval, mert a szivacs az egy idő után el fog kezdeni porladni, elengedi a ragasztást, akármilyen jó minőségű is, itt nincs alászivacsozva, viszont a mai napig tökéletesen tart. Tehát, hogy nincs benne hiba. Igen, hát én ennyire részletekben nem mentem bele soha, de tényleg szép állapotú. Igen. Itt a hátsó tér is makulátlan, egy kopás, egy karcolás, egy feslés, semmi nincsen benne. Tényleg, 1990-ben hát egyébként tavaly egy éve volt egy kárpit tisztításon. Aha. Van egy nagyon jó ismerősöm, aki ezzel foglalkozik, és tehát majd, hogy nem ott tartottunk, hogy pénzt se akart elvenni, azt mondta, hogy egy ilyen autót öröm takarítani, tehát... Na, hát milyen szép tehát eleve nem koszosan ment oda, de neki is jó érzés volt, mikor látta az arcomon a csodálatot, hogy fú, milyen szép lett. Hát csomagtartót is... Nyissuk ki a csomagtartót, gondolt, igen. Nyissam ki. Megpróbál. Ja igen, most már ki van nyitva, persze. Azért van ebbe is hely bőven pakolni. Van hely, és azért anyag is van ebben a csomagtartó felélben, vagy tetőben, az rendesen föl kell emelni. Ebből még nem spórolták, igen. Na kérem, szépen egy tiszta, szép, rendezett, a célnak tökéletesen megfelelő csomagteret láthatunk. Szerszámkészlettel, elakadásjelző háromszöggel, ugye elsősegélycsomaggal, kis takaróval, és itt hiába emelgetnénk a padlót, mert alatta nem találunk semmit, itt ugyanis a pótkerék alul foglal helyet, itt a tulajdonképpen a futómű között mögött. Na mondjuk azzal nem szoktam dicsekedni. Azt nem tudom, ki találta ki a franciáknál, de ez mikor esik az eső és pótkereket kell cserélni, azért aláfektetni, bár felülről kell engedni. Felülről kell engedni. Ismered a típust. Tehát megvan a emelő, annak van a tekerőkarja, az is ott gyárilag helyen bez, és akkor felülről ezt felhajtod, onnan kell az emelőnek a tekerőjével egy csavart leengedni, akkor lebukik a... Igen, akkor viszont megdőlt az elméletem, mert ugye sokan szokták mondani, hogy azoknál a típusoknál, ahol ilyen alsó pótkerék megoldás van, és mondjuk esetleg családi autók, ezt azért csinálják a gyártók, elvileg, bár utálom ezt a szót, hogy elvileg, de most ezt mondtam mindegy, hogy ha például családdal, sok csomaggal utazol, esetleg rossz időben elkap a defekt, akkor ugye ne kelljen mindent kipakolni az útszélére a csomagtartóból, hanem szépen alulról kiszedjed, de hát így ki kell pakolni, mert máshogy nem férsz hozzá a leresztőhöz. Ugyanúgy ki kell pakolni, hát ennyire kell kipakolni, mert itt van a csavar. Ja, ott a csavar. Akkor viszont marad a dolog. De hogyha tele van tömve, akkor nyilván. És ezt a csavart leengeded, akkor leereszkedik hátul a
Hát egy ilyen vas igen. tartó, de akkor is alá kell bújni, és mondjuk eső van, az azért elég macerás. Jó, de azért mégis jobb, mint hogyha mit tudom, itt 3-4 bőröndel fel vagytok szerelkezve, és akkor kirakod az útszélre, ráfröccsen, sár, eső, minden, így meg csak tekersz egy csavart és leereszted, hát nyilván csere közben koszos lesz az ember, hát ez talán még egy élhető megoldás. Ugye nyilván arra kell nagyon figyelni, hogy az ilyen autóknak a hátsó részét, ahol a pótkerék van, az a szokásosnál gyakrabban kell esetleg leveretni mondjuk magas nyomású, vagy tisztítani, mert hogyha oda beragad a sár, akkor az nagyon hamar tud rozsdásodni az a futómű, vagy az a keréktartó keret, hogy lehet, hogy idő után már le se fog jönni. Felhívom figyelmet, az éles szeműek kiszúrhatták, a gumipók, az nem funkciót tölt be, tehát nem ott valaminek a helyén van és rögzít valamit, az csak azért van ott így, hogyha kell gumipók, akkor legyen, és akkor már szépen így egyenesen beraktad, hogy ne ott összegyűrődve legyen a csomagtérben. Így van. Ezt meg most jutott eszembe, azért azt is elmutatnám, a csomagtérvilágítás, hiszen az sem gyári. Egy az sem gyári. Várjál, mi az? Icarus lámpa, vagy mi az? Nem, az egy IFA. IFA. Tolatólámpa, ha jól tudom. Aha. Ha jól tudom, viszont a kapcsoló az gyári. Kapcsoló az gyári. A kapcsoló az gyári, mert nem volt benne gyárilag, és sötét volt, és ez is még édesapámnak a szerelménye beszerelte, hogy... Nagyon jó. De nagy, mai napig funkciója. És betölti, teljesen nyilván, jól igen. működik. Lehet, hogy jobb és erősebb, mint a gyári megoldás. Középen megnéztük belül, hátul megnéztük belül, szerintem nyissuk ki a géptetőt, és nézzük meg a motort is. Nézzük. Ezt meg én itt közben lecsukom. Megtalálom a fogót, itt is van a fogója, igen. Itt a varázslat. Igen, a késői példányodban, mert ugye Európában 96-ig gyártották ezeket az autókat, és ezt egy 95-ös évjáratú 19-es. A te késői példányodban már a úgynevezett modern motor, az Energi Motor családnak az 1.4-es verziója van. Ebben az esetben egy központi befecskendezéssel, ezek voltak karbival, és azt hiszem talán 92-ig, és 92-ben a faceliftkor már ennek a motornak a befecskendezős változata került a Renault 19-esekbe. Ahogy említettem, elég széles volt a motorpaletta, 1.2-es, 1.4-es volt benne Európában, és mind a kettőből volt a régi Kleon Font motorcsaládnak egy-egy OHV elrendezésű, tényleg ősrégi 60-as évektől gyártott motor variációja. Ebből az Energi Motor családból, ami egy újabb volt, azt hiszem ezt 82-től gyártották a franciák, én most nem vagyok pontosan biztos, de 80-as évektől. Ebből is volt 1.2-es, 1.4-es, és az erősebb változatokat szerelték 1.7-es meg 1.8-as szívó benzinmotorokkal is, és egy 1.8-as szívó dízel és turbó dízel is megtalálható volt a kínálatban. Erről az Energi Motor családról annyit érdemes tudni, hogy vas, öntött vas blokkos, alul hengerfejes, fölül szelepelt és fölül van a vezérműtengelye, 8 szeleppel rendelkezik, és egy eléggé üthetetlen motorról van szó, ugye te sem tapasztaltál elmondásod szerint problémákat vele, szépen teszi a dolgát, még csak igazából olajfogyasztás, olajfolyása sincs. Nincs, egy csepp olajat nem fogyaszt a mai napig, tehát a garázsban sincs alatt egy folt se. Uh-huh. Egy viszonylag dinamikus, hát önmagához képest, nyilván nem egy versenyautó. Mennyi az 54 kilowatt, hogy mennyi is? Hát közel 80 lóerő, igen. Közel 80 lóerő, igen. Egész dinamikusan viszi. Gazdaságos, tehát megjárta négy emberrel, csomagokkal a svájci hegyeket is, de 6 literbe ezt nem lehet belehajszolni ezt a motort, hogy 6 litert. Az igen. Azt szokták rá mondani, hogy a párás, nedves időt huzamosabb ideig nem szereti az elektronikája, és főként a lambda szonda szokott benne néha így, mit tudom én, vagy beégni, vagy pedig megzavarani az elektronikája, esetleg még a vízhőfokjelzővel lehet gond, a vízhőfokjeladóval, és az elosztónak a fedele szeret megrepedni, talán gyakrabban, mint hasonló kategória társainál, és erre is azért érdemes odafigyelni. Tehát jellemzően elektronikával lehet gondja, de ott is inkább fizikai okok miatt, egyébként meg tényleg egy nagyon szuperül kitalált. Tulajdonképpen azért is nevezik Energi Motor családnak, mert egyrészt a teljesítményt is akarták egy picit fokozni a Kleon Font motor családhoz képest, másrészt meg a hatékonyabb üzemanyag felhasználás is azért már górcső alá került. Egyébként érdemes benézni a motortérbe, egyrészt hát itt klasszikus kifejezéssel élve táncolni lehet gyakorlatilag, nagyon könnyen szerelhető, könnyen karbantartható, és hogy magát a típust miért szerették annyira, nem csak Franciaországban, hanem például Németországban is, erre mondok mindjárt néhány adatot is, hát valószínűleg azért, mert ilyen egyszerű megoldásokkal éltek, hogy egyszerűen nagyszerű megoldásokkal, hogy itt van a gyertyatípus, hogy milyen gyertyahézagot kell tartani. Itt van
az olajszűrő. Gyakorlatilag, ha nem szorítod rá nagyon az előző cserekor, itt szépen puszta kézzel kicsavarod, alá teszel előtte valamit, becsavarod a következő olajszűrőt, feltöltöd olajjal és kész. Hát nyilván a leeresztéshez biztos, hogy alá kell menni, de hogy ez is tök egyszerű feladat. Aztán a minőség oltárán is áldozott a Renault, nem csak azért, mert például a Philips rádió van benne ugye gyárilag, hanem érdemes benézni oda, ugye a fékrendszernek a fő elemeinél látszik, hogy ez egy ATE fékrendszeres gyárilag ez az autó. Azért ATE fékrendszert mondjuk úgy, hogy nem minden márka, nem minden típusánál alkalmazott, Volvo-nál például általános, tehát azért itt is láthatjuk. És akkor jöjjön az a néhány érdekes adat. 1989-ben a Renault 19-es típus nyerte az év autója választást Németországban, minden autó közül. És 1990, 91, 92, 93, 94, 5 éven keresztül a Renault 19-es volt a legtöbb eladott példányszámú autó Németországban az import járművek közül. A németek meg voltak ezért bolondulva ezért a típusért. Ugye nagyon sok korabeli tesztet olvastam, megnéztem is, a 80-as évek legvégéről, 90-es évek elejéről, és szinte mindegyik nemzetközi tesztelő azt emelte ki, az autónak a körbejárása után, a vezetése után, vagy a vezetése közben, meg a használata közben, hogy már-már németes precizitású az autó működése, az összeszerelési minősége és egyáltalán a használhatósága. Csak annyit fűznék hozzá ahhoz, amit mondtál, hogy miért lehetett népszerű. Szerintem pont ezek voltak azok az idők, mikor igyekeztek az autógyártók elfelejtetni azt a szokást, hogy otthon szerelgessük. Uh-huh. Hát ez mindig az, amit elmondtál, hogy könnyen hozzáférni ez az amaz, de ez sem volt már hozzányúlva. Édesapám is bütykölgette az előzőeket otthon, de ez már mindig olajcserére is, meg bár, mondjuk olyan különös baja soha nem volt, hogy vinni kellett volna szervizbe, de mindig a gyári szervizbe volt. Amire emlékszek, illetve most jutott eszembe, hogy vissza lett hívva egy olyan 2-3 éves korában vízpumpa cserére. Érdekes. Az egész típus. Ja, tehát nem csak ez az egy példány. Ez egy gyári visszahívás volt. Ez egy gyári visszahívás volt, akkor kicserélték, mert állítólag kiderült, hogy valami szériahibások voltak, amiket beleszereltek, és ez a példány is közé esett. Az összes motorvariáns 8 szelepes volt, mind a dízelek, mind a benzinesek, egyet kivéve, ugyanis volt egy 1.8-as, azt hiszem talán F7P kódnevű motor, amely 16 szelepes volt, 16S néven ment a típus, az S, az S betű, az a Supapé francia szó szelepek rövidítése volt. Az egy igazi utcai sport, aszfalt, szaggatók és méregzsák lehetett a maga idejében, tehát 16 szelep dupla vezérműtengely, volt benne egy 4.1-es hangolt leömlő, 15-ös Speedline könnyűfényfelnik, hoppá, rekáró ülések, gyárilag hoppá, légkondi, tetőablak, gyárilag alapfelszereltségben, hoppá, és opcióként lehetett még például kérni hozzá, ha jól emlékszem, akkor bőrkárpitokat az ajtópanelekre, a toronymerevítőt már lehet, hogy mondtam, illetve másfajta motorvezérlő volt az autóban, és így tudott egy ilyen jó 140 lóerőt, 160 Nm-t, a futóművön is nyilván egy picikét eresztettek, hogy lejjebb legyen az autónak az alja, mint a szériáknak, és hát az egész nem ért el 1100 kilót, az egész gépjármű, úgyhogy a maga idejében utcán, meg nyilván ilyen pályanapokon, pályaeseményeken azért ez egy elég potens autó lehetett. Azért kipróbálnék egy olyat, ha van egy olyan autók, akkor szóljatok már, légy szíves, mert szívesen beleülnék. Azt én is kipróbálnám, biztos, hogy brutál lehetett egy olyan. Na, hát akkor össze kéne hozni egy olyat, meg ezt így egy közös fotózás, és akkor ma autózunk is egyet. Én rajtam nem múlik. Írjatok, keressetek minket. A motorsportokban nem igazán tette le a típus a névjegyét. 1993-ban a brit túraautó bajnokságban egy gyári, vagy nagyon gyári jellegű csapattal elindultak két versenyzővel, meg két autóval. Az egész szezon alatt nyertek két futamot, mindkettő Doningtonban, és aztán mind a kettőt vizes pályán. Ezt ki is emelték később, hogy az autó nem érte el sikereket, tulajdonképpen a versenypályán megbukott, kivéve vizes körülmények között. Azt valamiért nagyon szerette a típus. Ez annyira nem jött be Renault-nak, de szerencsére az összes többi példányuk, amit utcára csináltak, az meg nagyon ott van a szeren, mind a mai napig. Pont belóg az arcodba ez az idé. Rózsaszín lett tőle a fejed. Tegyük át. Csak ez a gyerek első cipője. Az komoly. Tehát igen, ennek is értéke van. Azt a mindenit. Bocsánatot kérek, majd akkor megemlítjük a videóban, ígérem nem marad el. Arról nagyon sokat beszéltünk, meg ez nyilván látszik is a videó minden egyes részén, hogy egy nagyon-nagyon szép állapotban lévő, igazi, úgymond megvigyázott példányról van szó. Ezt említetted nekem korábban, hogy miután
mondjuk úgy, hogy kivontátok az ilyen napi megterhelő forgalomból, azért egy felújítást kapott, történetesen volt rajta némi lakatos munka. Ez hogy is volt pontosan? Küszöböket egy karosszéri lakatos barátom kicserélte, megrendeltük a gyáriakat, azokon már látszott nagyon a időnyoma, azok lettek kicserélve, illetve egy kis poliért kapott, mert hát néhány karcolás volt rajta, sőt nem említettem, nem tudom mennyire látszik a jobb hátsó ablakon, ez is egy jó családi történet, most eszembe jutott. Egy rokonságból egy 2-3 éves forma kislány ott nyaralt nálunk, aki most már 2 gyerekes családanya egyébként, és jobb rajzolnivalót nem talált magának, csak a hátsó ablakot egy kavicsa. Ebből majdnem családi tragédia lett akkor. Hát még nagyon fiatal volt az autó, 2-3 éves, de mai napig ott van a nyom. Most már ez is emlék. Ez is emlék, akkor, igen. Akkor igen, tehát nem tudom, mit jelentett át apu, mert nem mondom, féltve jövőzött kincse volt. Tehát látod, mai napig szépen, simán. Igen. Mindegy új autó. Nyilván nem egy versenyautó, de ezt a 90-100-as tempót, ezt lehet vele menni. Hát már azért érződnek ugye a kárpitok megzőrennek. De motorja gyönyörű, szép, csendes, halk, simálja. Mondtad, hogy ezen kívül is van autód, és az is francia. Igen. Kifejezett francia párti vagyok. Aha. Az egyetlen nem francia, az a Suzuki volt, utána volt egyes Scenic, volt Laguna, volt egyes Megane, most pedig egy hármas Scenic van. Tehát akkor nem csak kifejezett francia, kifejezett Renault párti vagy. Francia párti vagyok, de igen, valahogy mindig a Renault, mindig a Renault jött. Az autó most néhány napja műszakizott. Így van. És a legutóbbi műszaki vizsga óta, tehát 2 év alatt 200 kilométert mentetek veled. Még 200-at sem megnéztem az előzőnél. Még is volt a géptérben. Most úgy voltam, hogy lejárt a műszaki, jó, mondom, el sem viszem majd tavasszal. Aha. Aztán, hogy felvettük egymással a kapcsolatot, akkor mondom, na akkor mégiscsak elviszem műszakira. Begurítottam, meg kigurítottam. Most ott tartunk, hogy egy olajcsere rá fog férni, de nem a futott kilométer miatt, hanem az évek miatt. Az idő. Idő. Igen, idő miatt. Tehát tényleg 200 kilométert sem ment a két műszaki között. Azt is, tehát ha elővesszük, akkor a városon belül van szükség rá, nagyon ritkán megyünk ki vele a városból. Hát amit említettem már, hát ha eljön majd most már az az idő, hogy elmegyünk egy autós találkozóra, a család. Persze. Jó megmutogatni, mert ha előhozom is, ez is egy érdekes sztori, azért megcsodálják. Persze. Sőt, hogy ott, ha otthon áll, akkor mondom, ilyen félig nyitott garázsom van, jönnek a kukások, ők például minden héten meg szeretnék vásárolni. De hát nyilván nem adja el az ember, mert nekik tetszik, hogy egy olyan állapotú autó ránézése, mintha új lenne, és akkor nem tudom, mennyi lehet most a piaci értéke tényleg, de szerintem 2-3-400 ezer forintért, ha elvinnék, összetehetném a kezemet. Tehát szívem hasadna meg odaadni valakinek munkás autónak, mert ő nyilván arra venni. Nekem az érzelmi kötődés az sokkal többet él. Jó, hát igen, valóban, ahogy beszélgettünk már erről kamerán kívül is, te ebben sokkal többet látsz, mint egy használati tárgy, vagy mint egy autó. Hát, az életed része. Sőt, én már nem azt látom benne. Igen. Tehát, aki egy ilyen autóval rendelkezik, abban egy idő után megfordul ez a dolog. Tehát már... Szó szerint családtagna, ne is szépítsem a dolgot. Oké, kicsit elrébb. Ez így jó is lesz. Nagyon kényelmes. Hát most felnéztem, itt is van egy érdekes, ennek is funkciója van. Ennek a biztosító tűnek, vagy miért gombos tűnek? Most nem tudom, ráérsz, mi a funkció. Ezt is még apu szúrta oda. Valamit ráakasztott? Nem. Az ablakmosó. Azzal tudta állítgatni, hogyha nem jól felfújt. Jaj, basszus, és tényleg a fúvók. De általában ilyenek jutnak eszembe. Igen, talán ami ugye azt mutatja, hogy azért nem a mai kor gyermeke ez az autó, hanem most már lassan 30 évvel ezelőtt készült, hogy a külső zajok azok erőteljesebben jönnek be az utastérbe. Ugye mind a futási zaj, mind a motorzaj előteljesebb. Érdekes, hogy szélzajt viszont nem lehet hallani. Azt valahogy tök jó megcsinálták annak a kiszűrését. Én kifejezetten szeretem a hangját. Van egy olyan jellegzetes, nem is tudom mihez hasonlítani, olyan kis duruzsolós. Igen, olyan géphang. Ez az Euro 1-es besorolás, ez ugye azt jelenti, hogy a mai motorokhoz képest, de még csak akár a
10 vagy 20 évvel ezelőtti Euro 3-as, Euro 4-es motorokhoz képest. Nincs késleltetve gázreakció, nincs szinte egyáltalán lefolytva, ugye annyira, mint a mai motoroknak a teljesítménye. Azt lehet mondani, hogy egyszerűsége, meg egyáltalán nem sportos jellegre való építése ellenére ugrik azonnal az autó, ahogy rálehelünk a gázpedálra, rögtön lehet hallani, hogy növekszik a fordulatszám, nincs semmi késlekedés, valóban egy ilyen nagyon-nagyon jól használható motor. És azért 80 lóerő azért, abban a korban egy 1.4-es motorból egy nagyon szép teljesítmény volt, azt gondolom, és azért 80 lóerővel a mai napig is egy ilyen viszonylag kis tömegű autót az elég kellemesen tud mozgatni ez a motor. Igen. Én azt tudom rá csak mondani, hogy tényleg egy kényelmes, hétköznapi használatra egy teljesen kényelmes autó volt, akkoriban is, meg ma is. Nem tudom, itt a tehenészet mellett elhaladva mennyire érezted a pollenszűrő hiányát? Kicsit, igen, igen. Jó, hát, na hát, most mindent nem lehet. Hát akkoriban még nem voltak ezek. Mindent nem lehet. Divatok. Végeztek egy felmérést. Miután már elkezdték árulni ezeket az autókat a Shamaddal kapcsolatban, ugye a szedánnal kapcsolatban, hogy kik vették a szedánt, a Shamaddot, a vidéki házas férfiak. Tehát, hogy ez az ő autójuk volt állítólag, a szedán változat, tehát komoly embereké. Németországban imádták ezt a típus, de nagyon sok más helyen, például Japánban is forgalmazták, direkt pont a Shamaddot, ami érdekes módon nem szerepelhetett Japánban a saját nevén, ugyanis úgy döntöttek a döntnökök, hogy a Daihatsu Sharadra nagyon hasonlít a neve a Shamaddnak, és ezért ott Renault Európa néven forgalmazták a Shamaddot Japánban. Igen. A korabeli, nem is tudom, ugye 80-as évek vége, 90-es évek eleje, ugye itt 2-es, 3-as golfal lehet ezt az autót összehasonlítani, Escorttal lehet összehasonlítani, Civickel lehet összehasonlítani, és úgy gondolom, hogy tökéletesen megállja a helyét, hogyha ilyen volt egy gyári Renault 19-es 1995-ben, már pedig nagyon valószínű, hogy ilyen volt, mert ez egy eléggé gyári állapotú autó, akkor azt gondolom, hogy semmilyen szégyenkezni valója nem volt az előbb említett típusokhoz képest annak idején ennek a járműnek. Hogy is írtam neked az egyik utolsó messenger üzenetünkben, hogy MZPX jelenthet, olyan időutazást csinálunk itt. Én mindig szeretem az ilyenfajta időutazásokat. Szerintem ez pont az a kategória, ami még nem ilyen elérhetetlen távolságban van, sem pénzügyileg, sem egyáltalán történetileg bárhogyan. De mégis egy teljesen más korszakot hoz elénk egy-egy ilyen gyönyörű állapotban megmaradt 90-es évek elejé vagy 80-as évek végi autótípus. És hát ez azért egy hatalmas nagy köszönet nyilván neked és a családodnak, hogy ezt ilyen szuper állapotban tudjátok tartani minden mai napig ezt a példányt. Hát igyekszünk széltől, esőtől, fagytól, mindentől lóvni. Hát én nagyon bízok benne, hogy legalább még 30 év. Hogy én megélem vagy sem, azt nem tudom. Hát ha a gyerek is ugyanúgy fog érezni a kocsi irányt, és akkor talán ő is ugyanígy meg fogja óvni. Én minden esetre mindent elkövetek, hogy így maradjon, vagy még jobb állapotban. Annyi. Mert hát nyilván azért 30 év az 30 év egy autó életében, és bárhogy is meg volt vigyázva. De hál' Istennek most mondhatom, hogy hibamentes, vagy legalábbis olyan, amilyennek én szeretném. Minden úgy legyen, ahogy szeretnétek, őrizzétek meg, ameddig csak tudjátok ebben a szuper állapotban, és akkor, hogy is mondtad, legyen az, hogy a fiad majd téged fuvaroz ezzel, ha úgy viselkedsz. Hát kihoz a szociális otthonból, és akkor néha elvisz egy találkozóra, igen. A viccet félretéve, minden jót, és nagyon sok balesetmentes kilométert, meg rengeteg szuper élményt kívánunk az autóhoz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk áldoztad ezt a mai délutánt. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, hogyha így volt, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha nem, akkor dobjatok egy diszlájkot. Ismét francia autókról beszélgethetünk, ez mindig szerintem egy nagyon jó téma. Nem baj, ha jön a vitaindító kommentek hada, mert készek vagyunk rá válaszolni, és nagyon szívesen beszélgetünk erről a témáról is veletek. A következő videóig, sziasztok! Sziasztok!